eljutott az elmúlt évtizedben a szekszárdi amerikai foci csapat a divízió egyik is, sőt, a magyar válogatottban is adott játékost a Bad Bones, Gyarmati Máté, Novakov Dávid, Zilaki János és Tóth Dávid révén. Az elköltözések, a sérülések és eligazolások más erősebb, jobb feltételekkel rendelkező csapatokhoz bizony tovább gyengítették az önálló divízió 2-es szekszárdi csapat létezését. Kényszerűségből 2019-re meg is szűnt az önálló szekszárdi Bad Bones, a megmaradt 20-25 ember beolvadt a dunaújvárosi csapatba az idei szezonban. Ez már majdnem a megszűnéssel volt egyenlő, ám mégsem kell megírni a Bad Bones nekrológiát. A szintén neves játékos Greiling Mihály vezérletével hazatértek a dunaújvárosba játszó srácok, és megáltalkodottan edzenek egy újabb önálló szekszárdi csapat megszületésért. Leültünk beszélgetni, és arra jutottunk, hogy megpróbáljuk ezt a 15-20 főt 30 körülre földúzzasztani, és ismét saját alanyjogon elindulni a bajnokságban. Greiling Misi a játékos edző szerepében fogja össze szakmailag a társaságot. Sürget ugyanis az idő, ha a jövő évi bajnokságba, a divízió 2-be be akarnak nevezni, ezt ugyanis legkésőbb október végéig meg kell tenni. Márpedig legalább 40 stabil játékos nélkül nem igazán érdemes benevezni. Ám optimisták a maradék szekszárdi játékosok. Dél-Dunántúl vonzás körzetéből meglátásuk szerint biztosan lesznek majd olyan csapat nélkül maradt játékosok, akik jelentkeznek, és abban is bíznak, hogy ki tudnak nevelni fél év alatt 10-15 divízió 2-re alkalmas új generációs szekszárdi fiatal játékost. Mindenképpen ez a célunk, hogy a meglévő rutinos játékosokat, olyan fiatalokkal kiegészíteni, akiket meg tudunk tanítani ennek a sportnak a kultúrájára, mozgására, és akkor közösen egy ilyen széles generációt lefedve egy jó alapot képezni ismét a következő éveknek. A Bad Bones újjáépítése minden jó szándék ellenére kétesélyes meccs. Noha a mostaniak roppant elszántak és keményen dolgoznak. Már látni kell, hogy ha nem tudunk egy nagyon-nagyon széles alapot a piramis alján építeni, akkor a kiegészítő emberek már nagyon kockázatossá teszik a csapatnak a létét, hogyha arra alapozunk, mert alakul egy csapat Pécsen, elmegy az a 6-8 játékos, és már megint ott tartunk, hogy sehol. Úgyhogy mindenképpen az a cél, hogy ne legyünk rákényszerülve a környékben, idejárókon kívül és a szexárikon kívül másra, és ha sikerül megépítenünk, akkor azt gondolom, hogy lesz sok olyan játékos, aki szeretne velünk együtt játszani és edzeni, máshonnan is ide érkezve, és akkor mindenképpen sikeres dolog tud ez lenni. A megfiatalított szekszárdi Bad Bones a szekszárdi műhüves pályán heti 2 edzéssel készül a jövő évi visszatérésre.